Imár bizonyossá vált, hogy télen is nyitva maradhat a székesfehérvári Csitári G. Emiluszoda. Ez egyebek mellett annak a közel 60 millió forintos kormányzati támogatásnak is köszönhető, amely az utolsó negyedéves működési költségekhez járul hozzá. A magyar kormány egyébként a tavalyi év utolsó negyedévétől kezdve folyamatosan támogatja a létesítményt. Varga Tamás országgyűlési képviselő örömét fejezte ki a támogatás kapcsán, és kiemelte, hogy a működtetés hatalmas terhet jelent a költségvetésre nézve, így a fő cél az energiaellátás olcsóbbá és hatékonyabbá tétele. Az energiaköltségeket nem csak úgy lehet csökkenteni, hogy a kormány, az állam beszáll az uszoda működtetésébe, hanem segítjük, hogy napelemeket tudjon az önkormányzat az uszodára telepíteni, és így hosszabb távon tudjuk csökkenteni az energiaköltségeket. Cserpalkovics András polgármester szintén köszönetét fejezte ki a folytatólagos támogatásért. Mint mondta, a mostani 60 millió forinttal együtt összességében már több mint 416 millió forintot kapott az uszoda Magyarország kormányától az üzemeltetés költségeinek finanszírozásához. A városi uszoda 2023-as üzemeltetési költsége egyébként több mint 855 millió forintra tehető. Ennek a legnagyobb része, közel 500 millió forint, az az energiaköltséget jelenti, és szerencsére akkor, amikor nagy baj volt, hiszen az energiaárak jelentősen megemelkedtek 2022 negyedik negyedévére tekintettel, akkor ismét számíthattunk Magyarország kormányának támogatására, és ennek a támogatásnak a keretében tudtuk garantálni, hogy tavaly télen működni tudott az uszoda, és legalábbis a főépület és a nagy medence, és azt is tudtuk biztosítani, hogy aztán az azt követő hónapokban is legyen lehetőség mindenkinek az uszodát használni. Székesfehérvár polgármestere hozzátette, hogy a napelemrendszer kiépítésére további 50 millió forintos támogatás érkezett az államtól, az uszoda teljes felújításának tervezése pedig gőzerővel folyik, ezáltal a létesítmény kívül belül megújulhat, és nem csak az energiakorszerűsítés tekintetében. Az előzetes tervek alapján az uszoda egy szaunatérrel, a strand pedig új látvány és élményelemekkel fog bővülni. A tervezés előreláthatólag a jövő év első negyedévében fog befejeződni. Gyakorlatilag az épület külső falai teljesen kicserélődnének, az épületnek az összes burkolata kicserélődne, mert a padlófűtés, egy új légtechnika, új vezérlést kapna a ház, tehát mindenféle olyan korszerű új technikát beépítésre kerülne, amitől jelentős költségtakarékosságot várhatunk. Az uszodát, ahova mindenkit várnak, aki úszással akar tenni saját testi egészségének megőrzéséért, továbbra is reggel 6 és este 9 óra között lehet látogatni.